Az előrejelzések szerint napközben többnyire felhős, hideg és száraz időjárás lesz jellemző térségünkre. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul majd. Az éjszaka folyamán tiszta lesz az ég felettünk, csapadékra nincs kilátás. A hőmérséklet fagypont alatti lesz, mínusz 1 fok körüli értékekre kell számítani az éjszaka folyamán. Hétfőn reggel Vajdaság nagy részén enyhe fagyra kell számítani. Napközben napos lesz az ég, ennek ellenére nem melegszik fel a levegő. Ahogy a térképen is látszik, a szerb fővárosban lesz a legmelegebb napközben, Belgrádban ugyanis 4 fokra van kilátás. Vajdaság nagy részére pedig 2 és 3 fok lesz a jellemző. A hosszabb távú előrejelzés szerint felmelegedésre van kilátás a következő pár napban. Kedden napos időnk lesz 3 fokos maximumokkal. Szerdán tovább melegszik a levegő, napközben akár a 6 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Csütörtökön 9, pénteken pedig 8 fokos csúcsértékekre kell számítani. Az előrejelzések nem jósolnak csapadékot. Hétfőn a környező országokban is száraz, napos időre van kilátás. Felhők ugyan takarhatják az eget, de csapadékra sehol sem kell számítani. Kolozsváron lesz a leghűvösebb, ott 0 fok várható. Ljubljanában, Zágrábban, Budapesten 1, Szófiában, Bukaresten és Szegeden 2, Eszéken, Temesváron és Nizsben 3, Szarajevóban és Belgrádban 4, Podgoricán pedig 10 fokot mutat majd a hőmérő a hét első napján.